tudjuk-e átmenni, és akkor úgy tudunk átmenni. Úgy tudunk átmenni. Elvileg. Elmenjünk egyenesen. A vasút felé. Aha. Elmegyünk felfelé. És ott van egy átjáró, ami átvisz. Na akkor tudod, képe vagy. És az visz arra lefelé. De ott aluljáró van, nem? Felüljáró. Mert szerintem egyenesen. Nem. Aha, igen. Az állomás. Gyalogos. Így a szép a túra. Amikor odafelé feltél meg. Thank you.
Igen, utána megint jobbra, a külforgalomnál kell menni jobbra. És a kurva. Easy rider itt. Azt, hogy ránéztem, hogy 16 km körül van oda. Megmutázzuk. Ahogy múltról. Ennyi. Hogy bevegyünk Zoli. Jó. Várjál csak, nem jó. Arra kéne mennünk. Arra kell egyenesen mennünk. A víz nekünk jobbra kell, hogy legyen. Itt a körforgalom jobbra itt elmegyünk, és itt mellettünk lesz egy víz. Így van. Jöhetti volna a gúzta is ennyi erőbe. Mi nem abba jött, akkor tényleg. Beraktuk volna ezt az ülést. Minden estét. Amaz kivettük volna addig. Így, hogy odaérünk. 14 km. Utána lesz egy derékszögű kanyar. Emlékszem. Ez nagyon kevés.
visszafordít, csak belé szüvegbe. Aha. Itt elindultam a izéhez, de kitaláltam valami okot, hogy miért menjek biciklizni. Aztán a kárt meg az Inkox játékhoz, lebeszéltem a csávóval a Márkácról. Mondom, akkor legyen valami indok, hogy elmenjek valahova, tudod. Nem tudtam, hova menjek. És akkor hozzá a navigáció, hova a francba megyek. Elfogy az út, pici van. Bokrok izé, és akkor ott. És úgy tudsz átmenni. De ott nagyon komolyan lehet menni lefelé. Elfele kicsit necces, lefelé. Ezt mondtam neked. Üzzet hajcsod! Vigyázz, versenybiciklis! Itt leszünk a kocsik felett. Nagyon szép egyébként. Zsír, mi? Majd ne felelszünk. Bizony. Hogy jöttek a versenybiciklisek? Most egy pöttyet gyorsan fogunk gurulni nyilván. Hogy? Gyorsan gurulunk egy pöttyet most. 24, 25, 26. Nekem majd tényleg állítanom kell. Aha. Jót mentem bele kártyúba. 800 méterig egyenesen. Olyan melléket ütögetnék, hogy ebbe van nem jön.
más lehetőségünk sincs, csak egyenesen menni. Az az izzet rajcsat. És úgy bevitt a izébe. Várjál, van egy rossz hírem, arra is kéne menni. Aha. Mondom, ránézek már. Várjál, egyenesen is ír. Egyenes, újra tervezett, egyenesen is mehetünk, de arra is kéne menni. Arra is mehetünk volna. Hát most már igen. Na ott már ott vannak a házak, látod? Kromani asszondát, meg ilyenek vannak erre. Másfél kilométerig tudja, hogy itt egyenesen kell menni akkor. 12 kilométer amúgy zánda minden. Gondolom a peremét így. De az biztos, hogy 12 kilométer, 11. Rengeteg marha. Thank you.
mondja a csávó, mondja a gyerek, hogy 44 euró csisa. Micsoda? Nem mondom, nem tudom, feledkérjünk. Utána nem ment hátra diskurálni a csávóba, hogy szerintem hogy tudjuk felrakni a kamerát rá, blablabla. Visszajön, tudod mit? 25 euró. Mondom, mint már jó. 25 euró, hogy az gamot meg csak azt a hámot veszem meg 30 euró. Akkor ugyan. Mert emény meg volt ilyen. Próbálj meg itt egyenesen menni még. Még az még odébb van egy kicsit. Csak látom előrébb. Ott arra egyenes, amerre a nő megy. Így megy a biciklünk nyilván. Igen, 300 méter után lesz egy kicsit tört azért rész meg itt. Igen. És ott kell nekünk emelni balra. Micsoda plac. Minden itt focipálya természetesen. Az mindegy. Úgy kellett volna. Nagyon jó, ma kettős lámpa van. Csak azt nem tudom, hogy nekünk is úgy lesz, hogy csak tekintet zöld, mert elméletileg az egyenest engedhetik. Nem tudom, hogy teli zöldek vannak. Aha. Nem láttam, hogy van-e neki figyelme. Az, de nekünk arra kell menni, az biztos. Csak hivatalosan amúgy kéne menni. Igen. Hivatalosan oda átmész és onnan mész-e balra, nem? De megyünk mi is úgy, mint a paraszt, ha nem jön semmi. Én megyek utána. Thank you.
menni. Azt mondom, hogyha lehet menni, akkor még beleférek. Bár, hogyha erre kicsit erősebben ráhúzok, akkor van nem. Az jó tempót tart, azt így is, 24 elpötyöksz. Azt elhiszem. És valahogy a túloldalán lesz a biciklium. Túloldalán van valahogy a biciklium. Úgy rajzolja. Nézd, azok merre mennek? Aha, ott kell menni majd jobbra. Bizony. Igen. Erről az a vonat, amiben ezért szoktam menni. Székhez. Ja, igen. Ott, onnan indul, hát, egész mert Rotterdamig, és az megy. Nem, hogy mehet. Két megálló. Igen. Egyszer én is rosszul szálltam. De az jó jártál volna múltkor. Jó menni. Úgy. Jó jártál volna, ha arra mész, akkor amikor múltkor mondtad, hogy lerobbant a vonat. Ja. Akkor kajak nem lett volna annyi ízé. Vissza perc, 3 percet visszafele vonatozott cső. Ott vagy. Visszajöttem akkor. De ott meg beszoktam, mert az meg befelé megy, tudod, lekisnek, ahogy igen. A benzinkültem, az elmegy jobbra. Az szép. Megnyomtam a gombot, már mentünk nem tudom hány kilométer, onnan visszagyarogolni a vasútra, ott volt a biciklő lerakva. Jó. Az még szép. Brutál jó környék. Nagyon szépek itt a házak. Minden. Tényleg jó néz ki. Zandam is nagyon szép. És vannak olyan épületek bent, hogy én vagy. Voltam már ott a ismerősen, nem ismerősen. Lenne mi? Szép. Elég érdekes. Viszont szép helyen lak. Nagyon jó. Szép. Csatorna a ház előtt, de volt a dobán, azt ott iszogattam. Megizét. Azt szép. Elkezdek visszaváltogatni egy kicsit. Itt lent is ment egy bicikli út egyébként. Itt lent is ment egy bicikli út, láttad? Nekünk az kell, vagy a felső? Nem, a felső kell. Jó fele megyünk. Utána majd 900 méter jobbra. Olcsém, ez kemény.
a tóhidat. Egyenesen rajzolja. Igen. Így, ahogy megyünk, látod? Mondom, hogy az út megy végig. Sikámos a kiszlacs. 2,7 km. 24 perc. Plusz-minusz dombok, hegységek esetleg. Kedvenceid így. Egyenesen. Kajak, erre kell jönni, Laj! Erre! Így menjünk végig. Ó, hogy miért nem váltottam le. De jó, hogy nem bírtam felrakni azt a navigáció tartót. Dik. Várjál, vérnek ki. Oda fel. Aha, itt balra fel. Az valami? Ez valami? Ez viszont a fülben ember. Igen. Nagyon múj. Szűz le. Jaj, jaj. Simán rögzítés. Lelki most kifejt van neki. Nagy vagyok. Nagy vagy. Nem
elképzelhető. Na, itt meg egy futó. Előttünk is két olyan csaj elfutott bazeg. Még forn van beírva a Facebookot. Ne törődj semmivel. Az igen. Pá. Az szép. Szóval ez jó, hogy ezek a csajok innen basszusban. Gyanús vagy arra, mi? Egyenes. Nem tudom. Igen, egyenes. Ott 100 méterig, és csak. És talán a túl jobbra kell majd menni. Ott valahol a következő. Ott a másik, ott a lábak látom. Nem az első, itt a másik rá. A nagy fehér épület, megint a hozzá. Én is fejjebb hagytam, ne aggódj! Alig bírtam ennyi. Jó vagy? Ha ott az épületnél valószínű. Ott az épületnél tényleg. Lehetünk egyenesen, még 250 méter egyenesen. Aha. Ott lesz valami út. Ura. És akkor itt kell menni nekünk jobbra. Azért állunk. Na itt kéne nekünk elmenni jobbra. Az innenső oldalon, Lajos. Ide állj be jobbra. Jobbra kanyarodunk. Itt. Ott az átmenjünk az útig, és úgy jön. Igen. Itt a jobb oldalig van. Itt átmenjünk, ott van mennek. Arra kell menni. Milyen csöki-csöki meg gyalogos lesz. És még sajnos nem mehetünk jobban.
Balra mehetsz, jobbra még nem. Jobbra nem. Igen. Jó, ki van ezt a náva, hogy sem. Én nem tudom. Mohóni, hát most na, most mi lesz? Itt szokott eljönni az a vonat, amivel jövök haza. Sokszor láttam őket, most én is itt vagyok. Dolgozott ismerősök. Igen? Kakaógyár. Ez kakaógyár? Azok itt én is dolgoztam. Igen. Most, hogy így mondod, jó, hogy verjem bele. Tényleg. Nagyon szar volt. Akkor átestem a lépcsőn, geci. Én azért ott megyek át, nem én. Nem akarok bírságot. Kajak, én is dolgoztam ebben a csuki gyárban. Gondolom alapból izébe visz a centrumba. Hát itt volt a vasútra, itt van kívül, hogy hol vagy. Zandag, ez egy jó passz. De jó. A nevét nem mondom. Az. Jaj, de jó vagy. Nagyon vagy. Nagyon. Nem van, még a TV-be is benne lesz. Úgyhogy nyilatkozhatsz a közönségnek most már. Innestő. És izé, ilyen speces, ilyen UV és minden. 39 körül van. Nézegettem az egyéb ilyen kiegészítőket, tartozékokat. Hol volt a tudodon? Aha, a sinetnél, nem? Sinetnél. Milyen jó lenne. Meg az újságban is benne lenne, hogy a hírekben. Két hülye magyar bement a sinekhez izért. Málnát elő. De jó. Hogy is megy? Igen, itt full egyenesen kell mennünk. 1,4-ig aztán forduljon jobbra. 4,2 km amúgy. Mit? Hát figyelj, én beírtam, hogy Zandam, az cső, gondolom, hogy a centrumhoz visz. 1,3 az biztos, hogy jobbra el kell fordulni. Itt egyenesen a fenébe. Az, az az.
a francot keres itt? Csak itt jöhet. Igen, az a segédbizbaszos. Hogy verjen bele. Kipésetünk egy kis Newton magunkba. Azért egy 20-as átlagunk van. Még így is, hogy váltott. Meg kell csinálnunk megint valamit. Vagy ott az éve, hogy nagy ütést kapott. Na hátul nem hiszem, hogy ott a váltóvédőt. Szerintem lehet, hogy kiakadt. Azt kéne valahogy szétszedni, szétugni. Vagy szétugrott, mert emenni ez a... Ilyen spirálrugó van, tudod, ez a... Tudom, miért azt mondani, ugye? Aha, tudom, mire gondolsz. Lehet. Ez a másik utról megmutatom, ahol meg a ügyésünk, de ez az. Tényleg ott a másik. Az is most esett? Á, az a szombat. Az már a múlt is, ugye? Szombat. Ja. Vagy mi péntek? Hát szombat. Azt az esés. Vagy hazafelé, vagy odafelé. Hát, igen. Gyanús. Sok azt feküdtetek. Magyar buli volt. Azt szó szerint, de ez... Jobb oldal, bal oldal. Ida. Gyanús, hogy már zandam. Azt mondtam, nem az. Na. Milyen én is mivel rendszeresen vagyok. Én is utálom, mióta ezért rendszeresen használom őket. Azt mindig mondták anyámék, hogy ezért gyerekkoromban imádtam vonatokat. Hát most már annyira nem biztos, hogy imádom. Minden nap azt kell használnom. 5 éve, érted? 5 éve. Mindig oda voltam a vonatokért. Hát most már annyira nem. Csak érjek haza, meg szálljak le. Kutyakin. Valami busz izé lesz, vagy vasút, látod? Itt van, igen. De még egyenesen megyünk még. 750 méter, és balra el tudunk menni. Balra. Itt van a média, mert az azért. Balra írja, látod? Kurva vagy bevásárló központ. Alsó, felső szint, ilyen forgó. Az igen. Kurva. 600 méter után el tudunk menni balra. És akkor ez már itt a központ része elvileg. 2,1 km. Roman, mi passzende? Rombér. Zandajk. Te az összes izé ki van írva az ugye. 500 méter. Majd balra kell fordulnunk. 500 méter még. 450. Itt lesz a megálló, a vasút megálló. Ez az oldal, a másik ház már az oldal. 400 méter. És akkor ott fog elmenni befele az út. Na, minden ilyen nyomi megelőzést. Liba kergetőre. Na, itt a bal.
Ja. Liba kergetővel. A Laci az motorra nem bírt ott vagy, mint a disznót ott vagy te. Kis-kis izével, de szállom. Na szép. Pedig az 50-et kihúzza. Jó. Ott vagy nekünk a szar a szélemért. Hát ezzel is megyek összben valamit. A szélemérték, nem értünk. 200 méter balra. Még valami átunk még. Kajak a központ vagyunk. Ja. 100 méter balra. Ott az út vége lesz. Kemény. 80 méter. Mit? Hát nagyon érdekesen nézett ki. Lehet. Na most merre? Merre szeretnél? Az lesz az. Várjál csak! Ez arra egyenesen írja, amerre visz az út, ha arra. Aha. Arra ír valamit, hogy arra lehet menni. Én megyek. Nagyon, mert... Mert akarsz bemenni. Nagyon kemény. Navigáció, ugye azt tudnak elvileg ilyen izéket, ilyen biciklis kommentálóket. Az a baj, de navigációt tartott, nem tudtam felrakni ezért a telefonját. Megjöttem is. Az a baj, ha tudtam a
300 méter jobb. 9 perc, 2,6 km. Először. Méter jobbra. Szerintem az utca vége. Gyanús. És itt megyünk ki a folyó már. Na az még szokott látványos lenni. Százharminc méter jobbra. Itt is csinálhatnánk valami ilyen helyeken fotót, ilyen vizes helyen. Hajó vagy valami. Itt kéne jobbra menni. És ilyen sétáló utca. Az szép. Itt vagy? Itt járunk. Te megyünk majd balra. Valami híd. Középen az bicikli út. De azok ott szembe jönnek. Hát de várjál már, most itt hogy megyünk? Most itt hogy megyünk? Igen, balra kéne fordulni. Ott a motoros után. Jó helyen vagyunk? Akkor jó. Néha el sem lehet rajta igazodni. Hagyj menjenek el. Vigyázz, mert sétálunk csak elős közepű az. Azon mert az mind fordítva. Aha. Egyenesen. Folyak meg! Folyak a lámpa minden! Egyenesen itt is. Öcsém. Hogy elrabogok? Most mi van? Folyak nem tudunk menni, nem hiszem. Gyanús, hogy meg kéne előzni. Hogy előzzük? Akkor itt fel is ugrottok a patkán. Ja.
Picit is üzlet esetleg. Úgy nem váltottam le. Nem itt kellett volna átmenni? Igen. Várjál, inkább megnézzem, mert utána arról szar lesz visszajönni. De, itt. Bazd meg. Itt kell átmenni. Igen. Ott jöttünk át a sínekről, az. Ez olyan gyanús. Arra megyünk el erre kell.
nagyon most. Jobbra. Közvetítik live-ot, vigyázz motorot! Élőbe Tóni, vigyázz motorot! Nem megyünk a faszomig, arra a faszba. Jó, a kicsába emlékezik. Azt majd utána egy ilyen halkikanyar jobb lesz, 900 méter. Egyenesen a fenébe. Stéphanie. Száz méterok át kell menni a túloldalra. Látod? Elérünk oda, és ott meg átmegyünk, és úgy megyünk tovább, egyenesen vissza. És 3 kilométerre vagyunk. 4 óra 59 percre ezenek az éve. Szerintem. 50 méter. Hát ez itt mi?
ott járunk. Kajput azt írja, hogy menjünk át. Ez hülye. Hát itt írt, hogy ott menjünk át. Hogy meg van húzatva. Akkor majd arrébb. Mindegy, majd tervez újra mindjárt. Ja, most lesz, hogy megáll, és elmenjünk balra, úgy menjünk arra kifelé. Mindegy. Annyi, hogy a túloldalt mennénk. De ugyanúgy irányba vagyunk, tehát tök mindegy. Nem értem. Csak a navigáció az ott át akart menni, akármit nézem. Most mi a másik oldalon megyünk? 500 méter. És elmegyünk balra. Szép. Igen, itt lesz mindjárt valami, megállunk megint. Itt lesz az a hülye átjáró, nem? Ahol olyan érdekes módon kellett mennünk. Hogy de szeretjük azt. Itt van az izé, amit ahol dolgoztam én is, az a rohadt csuki gyár. Ó, hogy verjen bele. Bementem éjjel kajálni, jöttem le vissza a kajádából a lépcsőn, tiszta csoki, ez a fos, csoki téglás galé volt a talpam, estem akkor át a lépcsőn, 5 évvel ezelőtt dolgoztam. Nem, mi? Nem, 6 évvel ezelőtt, mert 5 évvel ezelőtt a cégnél. 6 vagy 7 évvel ezelőtt dolgoztam. Kemény. Jó szarnyit volt. Itt a vonat előtt elmegyünk balra. Motor mögött ki. Na itt kell nekünk elmenni valami balra. Balra mehetünk? Ott a hal, ahol megy. Ó, de jók vagyunk. És itt balra? Jobbra?
Milyen jó ez a szél. Köszönjük két fogas kereket még. Ja, a láncot átlakjuk, ne törődj semmivel. Jó.
segít hátra. Megnézem. Nem, egyenesen ahogy most vagyunk. Úgy ahogy állsz. Úgy egyenesen. Hét és fél kilométerre vagyunk.
hogy át kéne menni a másik oldalra. Vagy a másik oldalt visz fel majd a út, tudod. Mert most a szar oldalon vagyunk igazából. Itt át fog engedni. Mi most itt megyünk a Istennyire úgy, a prérig. Na, hogy itt fogunk felvenni megint a lejtő, hogy emelkedő. Igen. Mert én arra kell menni, és itt megérkezik az út. Azért kell nekünk körfondnak, hogy átcsatangolunk. Azt írja. Ez a sávváltási köztetőző. Ez a rövidebben visz, a gyorsabban visz szerintem. Jó, fele megyünk. Várjál csak. Emelre kellett volna egyenesen menni. Mi van ezzel a szarral? Várjál, ez kajak hülye. Ott van. Ja, hogy innen ma megmondod. Várjál csak. Újra nyitom, bazen meg. Valahogy a falu rá. Igen. Útvonal, szeretnék innen haza. Hallod, mi amott jöttünk? Hát... Figyelj, az a helyzet. Az a helyzet, hogy mi ott vagyunk. Nem jó az. Arra felettem, hogy menni. Hát csak most itt akarok. Ott is megpicek is a bazd meg. Ott az út? Aha, kéne menni. Ez hol a faszomba fog sírni? Mert ez... Ott mentünk, ez mellett mentünk el, nem? Itt, te. Akkor menni. Akkor gyerünk arra. És mi amit jöttünk a másik körforgónál. Aha. Jó, hallgatok rád. Ja. 2 kilométer. Tényleg, akkor ott kell menni nekünk is arra. Arra tovább, mi? Befele oda. Mi folyik itt gyöngyösen?
lefele jöttünk valahogy, láttuk ezt a pályát, ezt a pár autóba. Itt a biciklő, Fitzpad! Jaj, de jó, kiírják nekünk. Mi fogunk bejönni ám. Igen. Bizony. Szóval vagyunk. Ezt mondtam neked, hogy itt a tanyánál eljöttem, kint volt egy csomó fehér, és ez pont rávisz arra az útra. Emlékszel, hogy mentünk egyenesen ott? És balra. Igen. De ez az út. Ez oda húz be a folyamat. Ez az az út. Pont bele, ott mennek a kocsik. Ott mennek az emberek. Minket nem tud máshol átvinni minket. Hát nem felszem felélvénybe, mert nem tud átvinni az úton. Mindenféleképp itt fogjuk vigyázni. Már megyünk is arra vissza főfele. A hibrid gépkel. Így. És akkor itt át kell menni, mert onnan folytatódik az út. Ugye mi mentünk tovább, basztunk átjönni ide. Hát itt is jöttél volna. Itt is jöttél volna. Na ez az út az, ahogy jöttek a bringát. Ott most is hatani. Úgyhogy mindjárt ott vagyunk. Jó, ezt csak rendesen meg kell küzdeni vele, mire ki tudok nyerni belőle valamit.
folyadék. A csepp folyadék megvan belőle azért. Meg kell küzdeni vele, kopkodni kell rendesen. Adjon valamit. Thank you.
a város. Ahol élek, a nők mindig szépek. Most szakadna a lábam. A szép öcsém! Itt lesz a visszafordító lenne a vége. Jó, mert begyorsulsz, azt ne csak tudod fékezni. Nagyon szopás volt, ahogy jön a pitettét. Nagyon jók vagyunk. Nagyon jók. Itt vagyunk a szelet. Ja. Mekkora királyság. Szépen jártunk. Mindig lesz, csak ne lenné ilyen szopadék szél meg. Persze, ha van kedved. Ja, mert lehet életünk, mert minden 9 fél csak. Ja. Megiszunk valamit nálunk, mondjuk akármit. Jó volt. Rögzítem a tényeket. Az a helyzet, hogy addig megyünk kenyeresen, még lesz egy körforgalom. És a körforgalomban meg bemegyünk és ott lesz egy körforgalom, és csak jobbra le, amelyre a kocsi megy. Ez bemegyünk és ott van, 2 km-re vagyunk tőle. Olyan nagy megyettem a telefonom. Elkaptam a vázon. Mekkora király, mi? Hozzáfogtam a vázhoz gyors. Kicsúzott a kezemből. De nem baj, mert biztosítás is van rá. Ja, szarom, összetűnik, kapok más. Megcsinálják. Itt jobbra. Itt lefele, aha. Viszont is vagy. Ugye. Thank you.
balra megyünk befele, mint ők. Na és ez az út az arra visz egész hozzánk. Ha? Igen, a Dén felé, tudod. Bemész? Veszel valamit? Inni valamit? Nem az is csak a kényelmet négy, hanem a szemüveg alatt az már megállt szintért az óromat.